Az Egyesület tagjai közül több mint 80-an vettek részt a közgyűlésen. A napirenden alapszabálymódosítás, bizottsági beszámolók, ezen beszámolók megvitatása, a közeljövő feladatainak megbeszélése és fegyelmi ügy tárgyalása szerepelt. A rendezvényen ott volt Bencsik János, országgyűlési képviselő is. Idei esztendőben fogadtuk el az új halászati és halvédelmi törvényt, amelynek a legfőbb üzenete, hogy az állam szeretné elejét venni a természetes vizek lerablásának. Azt kell mondani, hogy az elmúlt évtizedekben rablóba gazdálkodás folyt a legtöbb természetes élővizen. Azt szeretnénk, hogy olyan horgászegyesületek, olyan bérlők, használók kerüljenek a természetes vizek közelébe, akik társadalmi, gazdasági, természeti, természetvédelmi szempontból jó gazdái tudnak lenni a területnek, és sok-sok ember számára tudnak kulturált körülmények között úgy kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, hogy az élmény is legyen számukra, és hogyha ez élmény számba megy, akkor egészen biztos, hogy jó ellenőrzött minőségű hal is kerülhet az asztalokra. A horgászok azok, akik jó kezelőként tudnak gondoskodni a megfelelő minőségű hal utánpótlásról, akik elejét tudják venni, hogy a tájidegen invazív hal fajták, azok eluralják az adott vízterületet, és tudnak gondoskodni a terület környezetének a rendezettségéről is. Hát a jó szerencsét Horgász Egyesület az több mint 500 taggal próbálja megszervezni ezt a kulturált horgászati körülményt Tatabányán. Nagyon erős társadalmi szervezetről van szó. Azt is tudjuk, hogy vannak viták most is a vizek használatával kapcsolatosan. Én magam fontosnak tartom azt, hogy elsősorban azok kerülhessenek oda a természetes vizek mellé, és végezhessenek hal gazdálkodást, halászati tevékenységet. Ebben az esetben azt kell mondani, hogy minőségi horgászati tevékenységet, akik helyben élnek, akik ha ki tudnak kapcsolódni és ki tudják pihenni magukat, akkor hazatérve a mi közösségünket tudják már kipihenten szolgálni és erősíteni. És ez gazdasági érdek is. Hát tudni kell azt, hogy Magyarországon összességében évente 30 milliárd forint származik a halászati halgazdálkodási tevékenységből, ami elsősorban a horgászati részét foglalja magába, és összességében 1 milliárd forint származik abból a zárt hal tenyésztési hal gazdasági ágazatból, amelyből nagyon kevesen profitálnak. És összességében van 400 ezer horgász Magyarországon. Itt Tatabányán is több ezeren.